Az utcára kiakasztott ruhákból válogat német Zoltánné. Elvira néni jól szemügyre veszi a téli kabátokat, mielőtt elvinné a megfelelőt. Az idős asszonynak nagy szüksége van a ruhadarabra, ugyanis nem engedheti meg magának, hogy vegyen. A kabát akcióról a tévéből értesült. Ott láttam, hogy Pesten ki vannak téve ezek a kabátok. Mennek oda az emberek. Még magam elgondolkodtam, hogy de jó volna nekem is. És mivel részesültem, megtudtam, hogy itt is van. Hát elballagtam, hogy legyen nekem is kabátom. Rajta kívül naponta még sokan visznek a kabátokból. A Családsegítő Központ szerint nagyon sikeres az akciójuk. Január 10-én tették ki a fogast, azóta pedig 100-nál is több ruhadarab cserélt gazdát. Azt tapasztaltuk, hogy pár óra múlva már ez az akasztó megtelt kabátokkal, és folyamatosan gazdát cserélnek ezek a takarók, kabátok, téli ruhanemük. Tulajdonképpen ez a fogasi önálló életre kelt, mert amikor reggel jövünk dolgozni, akkor látjuk mindig, hogy újabb kabátok kerültek fel rá, illetve napközben is folyamatosan hozzák az emberek a kabátokat, és nagyon szépen fogy is le róla mindig a kabát. A városban egyébként több helyen gyűjtik hasonló módon a kabátokat. A következő napokban pedig még biztosan folytatódik az akció, ugyanis dermesztő hideget jósolnak a meteorológusok.